bizniszben egy nagyon-nagyon fontos megkülönböztetés. Hadd meséljek el egy sztorit. Múlt héten ugye a Fülöp Zolival csináltuk ezt a marketinget, a szakértői imázsról beszéltünk, és a Zoli egy-két nappal később fölhívott, hogy Gábor, ilyen ritkán történik, de ki vagyok akadva, ma is az történt, hogy ide jött hozzám konzultálni egy ügyfél, és haza kellett küldenem, visszaadtam a pénzét, haza küldtem, mert egyszerűen nincs kész, nem áll készen a cége arra, hogy piározzuk. Ami azt jelenti, Csermák Szabolcs, nem van a Dániából? Jó reggelt. Szóval, nem áll készen a cég arra, hogy a céget piározzuk. És ez azt jelenti, hogy ugye mi a motor? A motor a bizniszben az olyanok, mint az AdWords, mint a Facebook, mint az, hogy legyenek jó kiépített online futószalagaid, hogy legyen egy jó honlapod, hogy legyenek remarketinged. Ezek mind gyorsítják a cégedet, még nagyobb sebességet adnak neki. Tehát, hogyha te haladsz mennyivel, ez lök valamennyit rajta, hogy még több vevőt szerezzél, még többet tudjál eladni. De nagyon fontos a kormány. Mi a kormány? Mit szimbolizálhat vajon a kormány? Ugye, egyszerű. Mit szimbolizál a kormány egy autónál? Az irányt. És az irányt ezt te szabod meg. Az irány az a stratégia. Az irány az a stratégia. És nagyon sokszor cégek a motorra fókuszálnak, érted? Arra fókuszálnak, hogy itt hirdessünk, ott hirdessünk, most egy csomó modern eszköz van, amivel lehet hirdetni, és azok mind gyorsítják a cégedet, de lehet, hogy gyorsítják a fal felé. Tehát ezek mind kikatapultálják a cégedet előre, gangolsz, előre rohansz, de lehet, hogy belerohansz a szakadék, vagy belerohansz a falba. Ha nem jó az irány, és az irányod az a stratégia. És ma a stratégiáról lesz szó, ma arról lesz szó, hogy hogyan tudod jó irányba kormányozni a cégedet, mert ezzel nagyon kevesen foglalkoznak, mert ez izgalmas, ez taktikai, ezt naponta csinálod, látod az eredményét, ez. Ez egy kicsit kevésbé izgalmas, de sokkal fontosabb. Azok a cégek, akik felnőnek, azok erre, arra kormányra, a stratégiai irányra fókuszálnak jól, és ha az jó, akkor ezekkel tesznek csodát. Hadd mondjak neked egy példát. Ha jó a stratégiai irányod, ha te tényleg rászálltál egy olyan piaci lehetőségre, amiben van fantázia, amire a piac vágyik, és olyan a stratégiát, hogy jó irányba mutat, olyan erősséget teszel ki az ablakba, ami a piac számára fontos, ami releváns, akkor egy szar weboldallal is sikítani fog a céged előre. Oké? Ha nem jó az irány, akkor nagyon csiri-csári marketinget kell csinálnod, hogy egyáltalán cammogjál előre. Értitek a különbséget? Tehát, hogyha jó a stratégiai irányod, akkor lehet közepes a marketinged, vagy lehet alapszintű a marketinged, akkor is gangolni fog a céged előre. És ez nagyon fontos megérteni, hogy nagyon fontos, nagyon sokan foglalkoznak ma azzal, hogy látogatókat terelnek az oldaladra Facebookkal, vagy Google hirdetésekkel. Nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy weboldalakat készítenek számodra. Nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy e-mail marketing megoldásokat kínálnak. De ez mind motor. Tehát neked piszokul ott kell lenni a kormánynál, piszokul stratégiával kell foglalkoznod. Úgyhogy beszéljünk a stratégiáról. Ugye mi a stratégia? Nagyon egyszerű, van egy célod, cégeddel, és hogy jutsz el oda, az a stratégia. Hogy a jelenlegi erőforrásaidat, az idődet, a pénzedet, az energiádat, a kollégáidat, az alvállalkozóidat, hogyan használod fel a legjobban ahhoz, hogy azt a célt elért. Rendben? Úgyhogy ehhez az egyik legfontosabb az, hogy ha van egy erősséged, akkor oda tegyél minden erőforrást. És hogyha nézed ezt a műsort, akkor könnyen előfordulhat veled, mert mindannyiunkkal előfordulhat, hogy erőforrásokat teszünk hülye helyre. Erőforrásokat teszünk olyan helyre, ahol nem tolja előre a cégedet. Hadd mondjak neked egy ilyen kis 18 pluszos sztorit, a stratégiai erősségekről, oké? Okay? A tévés körökben mesélnek egy sztorit, hogy volt egy pasi, egy operatőr a
még a régi tévében, amikor még ilyen komcsi tév volt, tudjátok, amikor még csak M1 meg M2 volt, akinek valami hatalmas szerszáma volt. És így a pasik így időnként így félve, de így megkérdezték, hogy figyelj, mondd már el, hogy mégis ez hogy segít a csajozásban? Mert ugye ez az hogy mekkora, ez ugye nem szokott előjönni egy, mit tudom én, egy első randin, ugye amikor lehetőséged van becsajozni. És erre a pasi azt mondta, hogy nálam előkerül. Szóval, mi az az erősséged, ami nálad egy első randin előkerül, amit egyből megért egy vevő, amit egyből meglát, ami mögé oda tudod tenni a teljes haderődet, hogy azt nyomt, hogy azt promotáld, hogy azt a stratégiai előnyödet promotáld, ami téged a leginkább elad. Úgyhogy ma keresünk egy ilyet. Rendben? Fogok mutatni nektek 16-ot. Végig fogunk menni 16-on. Nagyon gyorsan fogunk menni, nagyon pörgősen fogunk menni. Elmondom, hogy mi a kérésem. Ami nálad erőny, azt írd le erre a papírra. Jó, jegyzeted le. Ebből a 16-ból nem fogod mindet leírni, azokat fogod leírni, ami számodra előny, ami a cégednél egy erősség, rendben? És aztán utána, ha ezek megvannak, akkor egy kicsit játszunk velük, rendben? Úgyhogy papírceruza, adok egy percet, addig iszom egy kortyvizet, és utána nekiállunk ennek a 16 erősségnek. Szóval, látom, hogy most is vannak, akik csatlakoznak, papírt, ceruzát vegyél elő. Egy negyed óra alatt végigfutunk az egészen. Viszont, hogyha velem tartasz, akkor cserébe egy olyan stratégiai gyakorlatot fogunk elvégezni, ami siker, nagyon sokat segíteni fog neked a kormányozásban. Szóval, 16-ból az első az, hogy legyen egy egyedi terméked. Egy olyan hogyha van ilyened, akkor ezt írd le. Ha nincs, akkor csak figyelj. Egy egyedi termék az azt jelenti, hogy csak neked van ilyen. A konkurenciának nincs. Jó? Lehet, hogy ez egy saját fejlesztés, lehet, hogy ez egy saját patent, lehet, hogy van egy exkluzív beszerzési forrásod, ilyen például a táblácska, ilyen például a Big Mac, ilyen a mosolyka, mert egy személyes márka is lehet egy egyedi termék. A lényeg az, hogy másnak nincs. Na most, hogyha neked mondjuk egyedi készítésű ékszereid vannak, az nem számít ilyennek, mert a piac szemében attól te nem vagy egyedi, kivéve, hogyha van egy olyan személyes márkát hozzá, ami ezt egyedivé teszi. Egyedi csali jó, kérdezi Hajnik Ágota, szia. Egyedi csali jó, tehát az a lényeg, hogy másnak ilyen nincs. Persze majd fogják lemásolni, persze majd fognak utánozni, de ugye ismeritek a jó öreg mondást, hogy innoválj gyorsabban, mint ahogy a konkurencia másolni tud. Tehát ez az első egyedi termék. Jó, tehát ha van ilyened, írd le a papírra. Ha nincs ilyened, akkor menjünk tovább. A következő az, hogy van-e a cégednek egy korszerű termék portfóliója. Ami azt jelenti, hogy ugye biztos látsz te is olyan boltokat, mint egy ruhabolt, vagy műszaki bolt, bemész, és soha nincs semmi új. És az emberek onnan előbb-utóbb lekopnak. Az újdonság az mindig szexi. Az újdonság az ugye az egyik örömhormont, a dopamint produkálja az agyadban, tehát egy nagyon fontos afrodiziákum a marketing világában. És ugye mindig azt kérdezi az ügyfél ilyenkor, hogy kinél vannak a legújabb, hol van újdonság, hol forog mindig, hol vannak újjak, hogy bemegyünk, akkor találunk valami újat. Tehát, hogyha a te termékportfóliód az folyamatosan frissül, mindig kerül oda valami korszerű, mindig kerül oda valami új. Ugye mi ezt a rendezvényeinkben csináljuk. Egy időben voltak termékeink, de aztán rájöttünk, hogy igazából az újdonságot a rendezvényeken lehet a legjobban kommunikálni, ezért tesszük. Ezért nálunk ez. Nálad lehet az, hogy beszerzel egy új terméket, frissíted a portfóliót, mindig teszel bele valami újat, mindig kijössz valami újdonsággal, jó? Tehát a lényeg az, hogy folyamatosan frissíted. Nincsenek régi, öreg termékeid, amiket már senki nem vesz. Nem lehet VHS-t kapni a boltodban, jó? Ha van ilyen előnyöd, ha ez előny, írd föl, ha nincs, akkor ne írd föl.
A harmadik, az egy, mondjuk az, hogy kevésbé marketing, de mégis egy stratégiai előny. Tehát egy olyan beszerzési forrás, ahonnan te a termékedet beszerezheted olcsóbban, vagy gyorsabban, ami azt jelenti, hogy ugyanannyi eladás mellett, mint a konkurencia, több profitot tudsz realizálni, az a több pénzed marad, aminek egy következménye az is, hogy te bele tudsz menni egy olyan árharcba, ahol kiszorítod a konkurenciát a piacról, mert ő nem bírja készpénzzel, te meg bírod készpénzzel, mert hiába mész lejjebb az árakkal, nálad még mindig több profit marad. Erről a marketing alapsztoria Perry Belchernek az a sztoria, ahol ő valamilyen eszméletlen forrást talált a gyertyák beléhez, tudod, az a kis kanóc, ami ég. És az összes gyertyakészítőhöz azzal ment el, hogy vedd meg tőlem, mindenkit megvert a piacon, mindenkinél olcsóbb volt, és amikor utána minden gyertyakészítő átállt hozzá, akkor utána azt mondta, hogy amúgy akarsz tőlem venni viaszt is? És az egész piacot letarolta. Tehát ha van egy jó beszerzési forrásod, az egy eszméletlen stratégiai előny lehet. Jó, ha van ilyened, írd le, ha nincs, akkor ne írd le. Lesz még nyugi, tehát hogyha még sehol nem tartasz, akkor még azért van még 13. Na, a következő az, hogy van-e valami egyedi technológiád, vagy egyedi metodológiád. Ilyen például a Coca-Cola-nak a receptje, vagy a Google-nak a keresési algoritmusa. Ilyen nálunk a Marketing Fitness programon az, hogy 9 hónapon keresztül egy spéci metodológia alapján megyünk végig a céged marketingjén, és segítünk felépíteni, és segítünk rendbe rakni. Ilyen a Janata Krisztának van ilyen szövegírási metodológiája, amiről pont egyébként az Expon fog beszélni, vagy a Cinkocki Dentál Központban van egy ilyen, hogy ők ugye elrontott implantátumok helyrehozása. Ez is egy egyedi módszer, egy egyedi technológia. Tehát, hogyha van ilyened, az olyan erősség, amit ki lehet tenni az ablakba, ha van ilyened, úgyhogy megint csak írd le, van, ha nincs, akkor megyünk tovább. Tehát erősségeket keresünk. Szia, Vámos Robi! Pont az előbb beszéltem rólad, majd nézd vissza. Szóval, a következő előny. Van egy nagy listád, vagy nagy médiád. Hey, most látom csak, hogy meghaladtuk a 300 nézőt. Figyeljetek, jó reggelt, köszöntök mindenkit, aki csak most csatlakozott. Erősségekről beszélünk. Ugye a következő az, hogy ha belegondolsz, akkor ma egy totál forradalom van ebben, média forradalom van ebben. És ha már forradalomról beszélünk, mindig is mi volt mit kell csinálni első nap, hogyha forradalom van? El kell foglalni a tévéadót, ugye? Hogy a tiéd legyen a szó. Mert akinek nagyobb a médiája, akinek nagyobb a listája, annak van igaza ma. Tehát ez egy ilyen világ, akinek, lehet, hogy valakinek igaza van, de csak kicsi a médiája, kicsi a köre, akkor nincs igaza, mert el fogják nyomni a hangját. Tehát ez egy hatalmas nagy előny. Nagyon sok blogger, nagyon sok ilyen Facebooker vagy YouTuber ebből él, ebből csinál bizniszt, ebből egészen rendkívüli életet tudnak maguknak csinálni, egy szabad és jó létet tudnak generálni abból, hogy nagy médiájuk van, nagy listájuk. Ez egy hatalmas piaci előny. De a következő, az még nagyobb. Az, hogyha erős a pozicionálásod. Ami azt jelenti, hogy a piac megérti, hogy miért téged válasszon, megérti, hogy miért tőled vegyen, és ne a konkurenciától. Egész pontosan megérti, hogy miért jár ő jobban, hogyha tőled vásárol, és nem a többiektől. Ez tulajdonképpen a legnagyobb előny a marketingben, ez a legerősebb, az előnyök közül a legerősebb, amit nyomhatsz. Nézzük csak, amit fölírtam. Például itt van köztetek a Balahúri Brigitta, még nem láttalak, de minden live-on itt van. Ő a hatékonyságot segít hipnózissal növelni. Akkor itt van Sós Andrea, dr. Sós Andrea. Ő egy adatvédelmi jogspecialista. Akkor itt van az Active Campaign, amit használunk, ez egy e-mail marketing specialista. Jó, tehát
Csak emlékeztetlek titeket, van erről egy külön live, a legelső az a pozicionálásról szólt, azért mert ez a legfontosabb. Mi a három legfontosabb pozicionálási stratégia? Az első az, hogy valamiben te vagy az első, vagy az egyetlen. A másik az, hogy specialista vagy egy szakterületen, ugye ez az agysebész. A harmadik pedig az, hogy specialista vagy egy réspiacon. Mint mondjuk, amit mi csinálunk, hogy mi nem mindenkinek marketingezünk, csak KKV-knak, kis és középvállalkozásnak. Szia, Brigitta! Szóval, ebből valamelyiknél neked ez igaz kell, hogy legyen a cégedre, tehát vagy te vagy az egyetlen, vagy specialista vagy egy szakterületre, vagy specialista vagy egy célpiacra, és ezt megérti a piac. Nagyon erős előny. Hetedik. Van egy stratégiai beszállítói köröd. Ez minden cégnél az egyik legfontosabb, hogy egyből kialakítsa. Hogy legyen körülötted a beszállítókból, gyártókból, szállítókból, akkor marketing szempontból, webes, grafikus, meg aki forgalmat tud neked hozni, AdWords-ös, Google-ös, aki tud segíteni abban, hogy a cégednek jól menjen. És nagyon fontos, hogy ugye van ilyen kör körülötted, ismeritek egymást, tehát már dolgoztatok korábban, van tapasztalat, tehát hogyha valamit szeretnél megvalósítani, az gyorsan tudja neked segíteni. Ugye ma már mindenki mindent alvállalkozókkal old meg. Ugye mi is egy olyan kis cég vagyunk, hogy majdnem mindenki alvállalkozó benne. Tehát van egy pár... Szia, Békés Brigitta! Abszolút, igen, tehát a tiéd az egy jó női speckó, ez is réspiac. Most már itt tartunk, stratégiai beszállítók. Mi nagyon kis, sovány cég vagyunk, mindent alvállalkozókkal csináltatunk meg, és igyekszem kiépíteni velük jó kapcsolatot, együtt dolgozni, tanítani őket, tanulni tőlük, hogy amikor aztán dolgozunk együtt, akkor minden pöpecül menjen, gyorsan menjen. Tehát nyilván, amikor először megcsináltatsz egy webessel egy kampányt, akkor az hetek. Aztán a következőt megcsinálod, akkor az pár nap, és aztán amikor már egy éve vagy két éve dolgoztok együtt, akkor így vannak kész a kampány oldalak. Jó? Tehát ez hatalmas előny, írd le, hogyha van. 8-as. Na, a felénél tartunk. Teljes termékpiramis. Schilling Peti, akit talán ismertek a számisztika.com, ő mesélte nekem, hogy ő totál hifi mániás, és hogy ő azt szereti, hogyha bemegy egy hifi boltba, akkor ott vannak olyan cuccok, ami épp jobb egy kicsit, mint amit megvett, de azért meg tudja venni, meg vannak ott valami egészen ilyen sci-fi módon drága és jó cuccok, amikre úgy lehet vágyakozni. És ez totál igaz, hogy ha nincsen egy teljes termékpiramisod, ami azt jelenti, hogy van alapszintű belépő termékek, középáras termékek, középszintű előknek, és ilyen luxus, top, minden szempontból a legjobb termékek, ezek így a teljes termékportfólió ki van építve, hogy belépő szintű új vevők is vehessenek valamit, hogy legyen, amit eladsz a régi vevőidnek, meg legyen, amit eladsz annak a, mit tudom én, 10% csúcs vevőnek, aki a legjobbat akarja, és a pénz nem számít. Ugye, hogyha nincs ilyen a boltodban, akkor egyszerűen azok a vevők nem jelentkeznek, nem válnak ki a tömegből. Ott vannak, csak nem válnak ki a tömegből. Úgyhogy nálunk például ugye alul van a könyv, a kisváti marketingbiblia, középen vannak a rendezvények, meg a tréningek, följebb van a tanácsadás, és a csúcson van a marketing fitness program. Tehát tényleg igyekszünk mindenkit kiszolgálni, attól függően, hogy mennyi pénzed van, mennyit akarsz szánni a marketingre, vagy hol tartasz. Ez azt is biztosítja egyébként, hogy a vevő érték maximális. Tehát a te bevételed állati sokat függ attól, hogy egy vevő mennyit költ nálad. És hogyha van egy teljes termékportfólió, akkor az a maximális. Na, már túl vagyunk a felén. Haha, ez a kedvencem. A piaci átlagnál jobb marketing. Lehet, hogy minden másban átlagos vagy rosszabb, mint az átlag. De hogyha a piaci átlagnál jobb a marketinged, mégis te fogsz győzni. Jó, hát mondjuk ezért jó, hogy itt vagy, mert ezen dolgozunk. Az a lényeg, hogy legyen egy képed arról, hogy a konkurenseidnek, a többi piaci játékosnak milyen szintű a marketingje. Tehát
hány marketingeszközt használnak, milyen költésük van, hogyan kommunikálnak. Mondok egy példát. Úgy kommunikál, mint egy kereskedő? Tehát akciózik, árakat mond, termékekről beszél. Vagy följebb megy, és úgy kommunikál, mint egy szakértő. Tehát segít az ügyfeleknek, válaszol a kérdéseire, gyakran feltett kérdésekről publikál, érdekességekről publikál. Vagy egészen magasan van, és egy ilyen szellemi, szakmai vezető. Ugye, melyik szinten van? A lényeg az, hogy te legyél jobb szinten, legyen az átlagnál jobb a marketinged. Tehát, ha az átlagnál magasabb a marketinged, írd le, hogy ez előny, hanem akkor nézzük a következőt. Ez kevésbé marketing nagyon fontos, hogy legyen egy olyan csapatod, ami minőséget visz mindenbe. Minőséget visz a gyártásba, az ügyfelek kiszolgálásába, a megvalósításban gyorsak, és van egy rutinjuk. Tehát, hogy egy ilyen csapatot kiépíteni, amikor megvan, az egy hatalmas erősség. Erősséged-e ez ma? Következő. Egy klasszikus. Ugye, a boltnál szokták mondani, hogy az a lényeg, hogy hol a hely. Hogy egy boltnál három dolog számít, hely. Mint amit Napóleon mondott a háborúról, pénz. Dunder Christian, hello, jó reggelt. Total VIP közönség van ma, nagyon-nagyon elégedett vagyok. És amúgy, ha nem tudom, észrevettétek, rekord nézettség van. Tehát 3-26, ennyi még sosem néztétek egyszer. Nagyon boldog vagyok. Gondolom jó a téma. Tehát, ugye tegnap ez azt jelentette, hogy hol van a boltod. Ugye, hogy ott van, ahol a tömeg van. Tehát például egy plázában. De ma ez egy kicsit mást jelent. A hely. Azt is jelenti, hogy jól van-e seozva a weboldalad. Tényleg küldesz-e oda látogatókat. Jó-e a disztribúciód? Ugye? Tehát nagyon sok helyen elérhető vagy. Ez nagyon sok cégnél kulcskérdés. Tehát mondok egy példát, bélyegzőt venni, nagyon sok ember úgy vesz, hogy tudja, hogy lemegy a plázába, és ott van. Tehát ott egy kulcskérdés a disztribúció, egy hatalmas stratégiai előny, hogy lehet téged kapni a plázában. Éppen ezért egyre nagyobb trend, nem tudom, hogy ha jártok az USA-ban, könyvelő cégeknek van kis asztala a plázákban, ami azt jelenti, hogy bemegy a dolgozó, és ott rögtön egy ebéd alatt el tudja intézni az adóbevallását, vagy egy kis cég. Tehát azok a fajta szolgáltatások, amiket megtalálni nem könnyű, azok oda mennek. Tudjátok, hogy is van, hogyha a hegy nem megy Mohamed, ez a Mohamed hegy a hegyhez. Tehát oda mész, jó a disztribúciód, jó a, ott vagy, ahol a tömeg van. Van-e egy jól kiépített, jól karbantartott ügyfélbázisod? Olyanok, akik hűségesek, olyanok, akik visszajárnak hozzád, olyanok, akik megveszik az újdonságaidat, akár sorba állnak, érted? Segítenek piackutatásban, olvassák a blogodat, jó? Tehát ezt mindenki tudja, hogy ez egy előny, vagy még nem előny, ezt előnyé kell tornázni. Milyen az imázsod a piacon? Ismert vagy? Hiteles vagy? Megbízhatónak tartanak? Milyenek a rólad itt beszámolók a neten? Tehát amiket te kapsz visszajelzést, amikor beszélnek rólad fórumokban, az jó vagy rossz? Vagy pedig mondjuk sarkos? Az is jó, hogyha sarkos. Hogyha sokan oda vannak érted, sokan meg nincsenek oda érted. Tehát mondjuk egy ilyen erős a pozíció. Minél inkább kezdő a céged, annál inkább fontos, hogy nagyon sarkos legyen a vélemény rólad a piacon. Jut eszembe, akartam nektek mutatni valamit, hogy ha már itt az értékelésnél vagyunk, hogy megtennétek-e, hogy értékelitek a kommandót, ha tetszik a dolog. Gyorsan kimásolok egy linket. Dá-di-dá-di-dá. Pillanattürelmet kérek, mert körülbelül egy hete lehet értékelni a Facebook oldalunkat. Végre! És már egy páran értékeltétek is, amit nagyon szépen köszönök, de majd mindjárt bejön. Van egy link, amit mindjárt ide kiposztolok, ahol lehet értékelni. Hol van az, hogy itt most nézem saját magamat, és bepötyögtem egy
linket, ahol lehet minket értékelni. Jó, kösz szépen előre, hogyha ezt megcsináljátok. Jó, tehát ha jó az imázsod, tegyél ide egy pluszt, írd föl a papírra, ha nem, akkor nem. Na, utolsó előtti, jó és rendszeres kommunikáció. E-mail, hírlevél, Facebook posztolás, blogolás, videók készítése, akár egy print hírlevél, rendezvények. Tehát a lényeg az, hogy rendszeres, több csatornás és multimédiás. Hogyha ez megvan, ez a három megvan, akkor egy fantasztikus előnyöd van, te vagy a piac fő információforrása, vagy az egyik fő piac információforrás. Tehát, ha ez megvan, ez egy nagyon fontos előny, írd le magadnak utolsó előtti igazi piaci info. Tehát tudod, hogy mi a piac problémája, és nem azért, mert úgy gondolod, vagy véleményed van, hanem mert tudod, mert felmérted őket. Vannak statisztikáid a piac méretről. Kutatod a többi játékosnak az adatait, mennyi pénzt csinálnak, mennyiért adják a cuccaikat. Tehát vannak kutatásaid, elemzéseid, amik elősegítik a döntéseidet. Tehát információ, nem vélemény, információ, ami jó döntést segít elő. Szerzele ilyeneket, rendszeresen ilyen, hogyha van, akkor szuper, ez egy előny, mert akkor igazi infóra alapozod a piaci döntéseidet, az üzleti döntéseidet, hogyha nincs, akkor véleményekre alapozod a piaci döntéseidet. Ugye erről 2-3 adással korábban a Nyírő Rékával beszéltünk, hogy milyen adatokat kell kutatni, mit meg kell utána nézni. Egy nagyon komoly előny. Na, nézzük az utolsót. A mai utolsó örökzöld marketing folyamatok. Tehát olyan, ami nélküled is működik. Például automatizált érdeklődő szerzés. Az érdeklődők vevővé konvertálása automatikusan, vagy rendszerekkel, amit vagy egy webes rendszer csinál, vagy pedig a kollégáid készítik. Upsell procedúrák, ugye? Tehát megtanítottad a stábot, hogyha valaki bejön és kér egy hamburgert, fölkínálják neki a sült krumplit. Vagy ugyanez automatizálva egy weboldalon. Rendszeres piackutatások, a stáb rendszeres képzése ezekre, tervezett éves kampányok előre, mit tudom én, egy évre, stratégiai terv előre 5 évre, 10 évre. Tehát, hogy vannak-e olyan örökzöld marketing folyamatok, marketing procedúrák a cégen belül, amik lehetővé teszik, hogy akár nélküled is működjön a cég, vagy pedig akkor is működjön, hogyha te egy kicsit a háttérbe szorulsz, és mondjuk csak kommunikációval foglalkozol, vagy csak termékfejlesztéssel foglalkozol, csak a szakmáddal foglalkozol. Tehát, hogy vannak-e ilyenek, hogyha ez igen, akkor ez erőny, ha nincs, akkor nem. Szóval, felsoroltam nektek 16 erősséget, ami lehet. Most jön a kemény feladat, figyeljetek! Hányat írtatok föl? Mondjatok valami visszajelzést. Írtatok 5-nél többet, vagy vannak ilyen, csak egy van? Beírtok egy pár számot, hogy hol tartotok? Mekkora számú erősségnél? Amíg írjátok, addig elmondom, hogy mi lesz a feladat. Jó? Grófákos 3, neked könnyű lesz. 8, Jarmai Katalin, az szép, ügyes vagy. 6, Nóra, Hamza Csaba 3, oké. Okay. Kösz a visszajelzést. Na figyeljetek, nagyon jókat jeleztek vissza. 10, azt a mindenit. Szóval, szeretném, hogyha bekarikáznátok a 3 legfontosabbat. Jó? Karikázzátok be a 3 legfontosabbat. Ez piszok fontos. Milyen szempontból legfontosabb? Az első az, hogy ami a konkurensekhez képest erősség. Jó? Tehát, ha több van, akkor azt a 3-at karikázd be, amivel te előbb vagy, mint a konkurensek. Jó? Tehát lehet, hogy a konkurenseknek is jó marketinge, neked is jó marketinged, és fölírtad. De hogyha mondjuk a beszerzési forrásod jobb, mint a konkurenciája, akkor az fontosabb. Szóval karikázd be 3-at. Karikázd be a 3 legfontosabbat, amiben a legjobb vagy, vagy aminél jobb vagy, mint a konkurenseid. Rendben? Oké? Mindenkinek megvan ez a 3? Adok nektek egy kis időt,
mondjuk egy fél perc. Addig döntsd el, hogy melyik az a három, jó? Addig itt leülök a hátsó ülésen, te ott ülsz elől a kormánynál. Mi az a három előny, ami a tied? Tegyük föl, hogy megvagy, jó? Most jön a kemény feladat, figyeljetek. Szóval megvan mindenkinek három. A három, amiben erősebb, mint a konkurencia. Ki látta a Hegylakót? Emlékeztek mi abban a szlogán? Mi az, amit mindannyian mondanak? There can be only one. Csak egy maradhat. Szóval abból a háromból húzzál ki kettőt, és maradjon egy. Maradjon egy. Egy, ami a legfontosabb. Egy, amiben te cég szempontból erős vagy. Kompetens vagy. Jól megy. Egy olyan, amiben jobb vagy, mint a konkurencia. Egy olyan, amiben a vevők számára is nagyon sokat számít, hogy ez egy erősség. Szóval, kell, hogy legyen egy darab erősség. Csak egy maradhat. És az az egy erősség, amiben a következő héten, a következő hónapban amögé teszed az idődet, amögé teszed a pénzedet, amögé teszed a figyelmedet, amögé teszed a csapat figyelmét, és abban az egyben erősödsz, mert az stratégia. Oké? Az jó időtöltés, jó energiaköltés, jó pénzköltés, jó időtöltés, az előre visz téged. Az fog utat vágni neked a piacon. Ez az egy erősség, hogyha emögé teszel mindent. Remélem hasznos volt, ennyit szerettem volna ma nektek mondani. Még egy kérés akkor, hogy megköszönöm, hogyha értékelitek a céget. Plusz van valami új, amit elkezdenék. Erről az egész témáról, hogy az erősségek, egy kicsit a gyengeségek is, hogy ezeket hogyan kezeld. Erről körbe fogok küldeni e-mailen egy doksit. Egy korábbi navigátor cikkemnek egy kicsit átírt verzióját, de csak akkor, hogyha föl vagy iratkozva a Kommandónak a hírlevelére. Úgyhogy mutatok egy linket, hogy hol lehet föl. Egyébként fölmész oda, hogy marketingkommando.hu/hírlevél, és hogyha ma föliratkozol, mi van ma? Szeptember 19. Akkor holnap reggel ezt meg fogod kapni. Mindjárt küldöm a linket, hogy meglegyen mindenkinek. Hogyha itt föliratkozol a hírlevelünkre, ahol egyébként meg tudod nézni, hogy adatkezelési szempontból hogy néz ki ma egy helyes hírlevél feliratás, akkor ha ma feliratkozol, ezt holnap reggel meg fogod kapni, jó? Tehát, hogyha megnéztétek, kösz a figyelmet, iratkozzatok föl. A következő héten a stratégiai termékportfólióról lesz szó. Egy kicsit bővebben megnézzük, hogy milyen termékeid vannak, milyen termékeket kellene még fejleszteni, ahhoz, hogy egy olyan portfóliód legyen, ami stratégiailag erős. Ezt meg kell, hogy mondjam, ebben én nagyon sok elméletet tanultam, amit nagyon klassz gyakorlattá lehet átváltani, és hogyha ezt jól csinálod, akkor azt fogod érezni, hogy baromi széles a vevő réteged, nagyon könnyű eladnod, és még vacak reklámokkal, vacak honlappal, vagy vacak webshoppal is sűríteni fog a céged előre. Jó, tehát köszönöm szépen a figyelmet. Itt vagyok, most egy kicsit arrébb megyek, visszamegyek a hotelbe, mert ott azért könnyebben tudok gépelni. Itt vagyok, egy olyan 10-ig tudok válaszolni kérdésekre. Szép és jó hetet kívánok mindenkinek. Ne felejtsetek el jelentkezni persze az expóra is, hiszen félig üres vagy félig tele, kinek mi sürgeti jobban azt az ujját, amivel majd kattint a megrendelés gombra. És... kösz még egyszer a figyelmet, sziasztok!